Hétvégén megszervezték Oromon az asztali teniszbajnokságot az idősebb generációk számára, azzal a céllal, hogy kimozdítsák őket a sport szeretetével. Nagyon örülök, hogy megbírtuk szervezni ezt a versenyt. Tavaly ősszel kezdtünk el pingpongozni, és csináltunk egy nyílt bajnokságot, több versenyen is részt vettünk. Hárman, négyen kezdtük el ezt az egészet, és az idén tavaszra már 30-an is voltak, akik szerették volna újból, hogy játszanak. Ezt a versenyt főleg az idősebb játékosok végett szerveztük. Ez két községből, Szabadka és Kanizsa községből, és 9 településre jöttek el a versenyzők, főleg idősebbek. A célunk az volt, hogy összehozzuk ezeket az embereket, akik 20-30-40 éve nem játszottak egymás ellen. Ez mondhatom, eddig sikerült is. A további célunk pedig az, hogy mivel hogy itt a tél, ezekkel a játékosokkal egy jó babgulyást főztünk, és azt közben meg szeretnénk beszélni, hogy a téli szezonban egymáshoz eljárunk és versenyezünk. Ez a fő cél a mai találkozónak, itt megbeszéljük a dolgokat, újra barátkozunk a régi emberek, szóval egy ilyen versenyen. Akkor olyan tervek nincsenek távlatban, hogy esetleg föléleszteni itt Ormon is az asztali teniszklubot? Itt Ormon már, tehát a helyi közösségnek köszönhetően tavaly ősszel visszakaptuk a régi termünket. Van egy nagyon kis klubunk, egy régi iskolaterem, kicsi, de a miánk, amit úgy használunk, hogy tavasszal már a hét minden napján be kellett osztanom, hogy ki játszik. Tehát van egy olyan, hogy hétfő a családi nap, a szombat a kamionosoké, azok akkor érnek rá, a szerda, péntek az idősebbeké, és ami marad, az pedig a fiatalabb. Sajnos a fiatalabb generáció az az, hogy 30-tól fölfelé. A gyerekeket sajnos nem tudjuk berántani ebbe, ugye a számítógép még, ami ebben jár. Csak ez az oka, vagy egyéb más is esetleg közre játszhat, edző, vagy nincsen háttér, vagy anyagi dolgok kellenek ehhez? Kellenének anyagi dolgok is, biztos. Tehát a mai fiataloknak az asztaltenisz játékát egy megfontolt edző kellene, hogy irányítsa, amire ugye eddig nincs lehetőségünk. Most egyelőre nem állok el, folytatunk tárgyalásokat, hogy hozzá csatlakozzunk egy klubhoz, akinek van gyönyörű terme, talán elbírnánk indulni a Szabadkai Ligába, én régen játszottam ott. Ott nem muszáj, hogy nagyon profi játékosok legyenek. Itt köztünk is vannak Szabadkáról, meglássuk a jövő tervét, hogy sikerül-e. És visszatérve ehhez a tornához, kik a jobbak, a szabadkaiak vagy az oromiak? Ezt a végén fogjuk megtudni. Hát itt Horgos nagyon erős csapattal jött. A többiek Újvidékről is jött, az én mesterem, aki régen 40 éve tanított meg pingpongozni. A végén fog eldőlni, de szerintem a horgosiak, ők nagyon erősek. A Szabadkáról is van a Petko Vranyes, akit itt üdvözölhetünk a körünkbe. Ő turnérokra jár országokba, és hál' Istennek ide is eljött hozzánk. A amatőr asztali teniszezőket képviselem itt a mai napon. A mai nap mindenféleképp a személyi kezdeményezésnek az eredménye, a jó kapcsolatoknak és a jó baráti körnek. De viszont minden kedv és jó lendületnek mindig kell egy kis anyagi támogatás, és mindenféleképp az esemény legnagyobb részét köszönhetjük Magyar Kanizsai Kormányzatának támogatásának, az oromi helyi közösségnek a támogatásával, és a helyi civil szervezeteknek a támogatása, mint például a miénk, a Jövő Ifjúsági Civil Szervezet, aki nagy részt kivett a szervezésbe, rendezésbe, illetve a varázsfalatoknak, akik egyébként a későbbi ebédet és a támogató dolgokat segítenek minket, illetve a helyi vállalatoknak, akik mindenféleképp kiveszik részüket, úgy anyagilag, mint donációkkal, adományokkal, akár az érmek, akár pedig az elfogyasztandó elemeknek a támogatásával. Ha összegezni kéne eddig a mai napot, akkor milyen osztályzatot adnál, egyébként pedig milyen a hangulat, és hogy zajlik ez a több ház közötti csata? Nagyon érdekes, hogy a fiatalabb generáció között is igazából sok érdeklődő van az asztali tenisz iránt, csak ugye most már igaz, nehezen tudjuk kimozdítani a még fiatalabbakat,
és hogy ővelük tudjunk dolgozni. De viszont így is a hét beosztásában mindig kerül egy-két nap, amikor mi is helyet kapunk a teremben, és nagyon szép számban ott fogunk lenni. Azt hiszem, a mai nap mindenféleképp egy jókedvű és egy energikus nap. Minden jelenlévő, nem csak községbéli, több községbéli, régi és új asztali teniszező máma játszik. Mindenféleképp a versenyzellem és a fair play zászlaja alatt történik a mai nap. Azt hiszem, mindenféleképp minden jelenlévő örömmel fog, mosolyal fog hazatérni, és hát néhányan közülük éremmel is. Bízom benne, hogy oromiak is szép számban fogják ezeket az érmeket megszerezni maguknak. A versenyhez feltételek is szükségesek. Mit és hogyan biztosítottak a versenyzők számára? A helyszín adott volt, az Orom helyi közösség nagy termében vagyunk, azonban a sportfelszerelés támogatására nagyon hálásak vagyunk a Nyers István Labdarúgó Akadémiának Tóthfaluról, akik biztosítani tudták számunkra úgy a paravánokat, úgy a számlálókat, és így is egy magasabb színvonalú versenyt tudtunk létrehozni mai nap.